Sok szeretettel köszöntöm a Régió Plus televízió nézőit. A Porta 53. adását látják. Én is sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Mai műsorunkban Csorba Orsolyával a holisztikus masszázs előnyeiről beszélgetünk. Kuruc Péter alpolgármester úr meginvitál minket a 6. apátsági pincenapokra Mogyoródra. Blaskóné Marika pedig a Legyen az Ön Szívügye is alapítvány tevékenységéről és az Aszódi Rendelőintézet jelenlegi helyzetéről számol be nekünk. Tartsanak velünk! A következő vendégünk túráról érkezett hozzánk, méghozzá Csorba Orsoly, a masszázsterapeuta. Szia Orsi, szeretettel köszöntelek! Szia, én is szeretettel köszöntelek! Kérlek, mesélj arról, hogy mikor kapcsolódott az életedbe ez a vonal, ez a masszázs, amit te csinálsz, hiszen te ásványokkal is foglalkoztál már, és autodidakta módon elindultál egy másik irányba. Hogyan és mikor történt ez? Ez egészen gyerekkorra visszavezethető, egy intuitív masszázsán indult nálam, amit így a családtagokon gyakoroltam. Évek során nagyon sokszor jött, hogy foglalkozzak ezzel hivatásszerűen, nem éreztem készen magamat rá. Majd 6 évvel ezelőtt kezdtem ásványterápiával foglalkozni, ez egy energetikai kezelés, és olyan javaslatok, hogy ki milyen ásványt hordjon, tehát ez akár horoszkóp alapján, fizikai probléma tünetek esetén tudtam javasolni ilyen jellegű dolgokat. És amikor az ásványoknál megismerkedtél ezzel az energetikai vonallal, akkor, ha jól tudom, hivatásszerűen is később elkezdted az energetikai masszázs vonalát. Ez egészen pontosan mikor történt? 1 évvel ezelőtt hivatásszerűen, és 4 évre vezethető vissza az, hogy én elkezdtem foglalkozni egy kvantumpszichológiai önismereti fejlesztéssel, egy iskolába kezdtem el járni, ahol kialakult az, hogy masszázsokkal is foglalkoztunk, megismerhettük jobban a hátterét, és akkor jött az teljesen a tudatba, hogy na, ezt nekem csinálnom kell. Ami az érdekessége ennek az egész területnek, amit te képviselsz, az az, hogy nem a hagyományos masszázsokat képviseled, hanem egy úgynevezett holisztikus masszázs vonalat. Miben különbözik ez a hagyományos masszázsoktól? Így van. Én a keleti és a nyugati masszázs technikákat összeolvasztva a saját egyedi technikámmal használom. Ebben van energetikai gyógyászat, vannak olyan nyomógyúró masszázsok, amik ugye a csi, ugye az élet energiaáramlását segítik elő. Ez ugye a keleti gyógymódokból jön inkább, tehát a jumeiho, csiro, shiatsu masszázs, illetve a táj masszázsból. Említettél már most is nagyon sok masszázs fajtát, és rengeteg dolgot láttam azon a szórólapon, amit megmutattál nekem. Viszont van néhány olyan dolog, ami nem annyira közismert. Itt vannak például az illóolajos masszázsok. Milyen jelentősége van mondjuk annak, hogy te illóolajokat használsz? Az illóolajat attól függően tudjuk megválasztani, hogy mit szeretnénk kezelni. Akár egy olyan betegnél, aki stresszes, depressziós, akkor olyan jellegű illóolajt, mert már maga az illattal tud kezelni minket, tehát azoknak a virágoknak a rezgéseit vesszük át, mint a bakterápia is, ugye, ahogy alkalmazza a virágok rezgéseit, ugyanígy az illóolajjal is tudunk így kezelni, és nem csak fizikai tünetet, tehát főleg olyan lelki dolgokat tudunk vele kezelni, ami akár mélyen van, és egy ilyen kezelés során jön föl. Az illóolajokhoz kapcsolódik az úgynevezett jógi olajos masszázs. Ez miben más, mint a hagyományos illóolajok? Olyan szinten teljesen más, hogy ez egy ajurvédikus, egy indiai masszázs. Ezt egy ősi indiai masszázs, az indiaiak használják. Amit én nagyon szeretek benne, hogy maga ezzel az illata, ami egy Indiában letört növények összemorzsolásával, kisajtolásával hoznak létre és hozzák el hazánkba, hogy olyan lelki ébredést tudunk vele elősegíteni, amivel magasabb szintre tudjuk emelni a rezgést. Milyen szépen fogalmaztál, hogy lelki ébredés, ebből is látszik, ugye, amit már itt az elején mondtál a beszélgetésnek, hogy nem csupán fizikai szinten foglalkozol a masszázzsal, és hoztál nekünk néhány segédeszközt is, ami úgy látom, hogy abszolút természetes alapanyagú, nyilván ez is hozzájárul ahhoz, hogy az ember lelkét egy picit nyugtatja. Ezeket hogyan használod, és mi az, amit itt láthatunk az asztalon? Amit itt láthatunk, az egyik egy kefe, ez egy száraz kefe, ez fából van elkészítve, le vannak kerekítve a végei. Nagyon jól felébreszti a nyirokkeringést, illetve a véráramlást. Én ezért nagyon szeretem használni, hoztam egy bambusz rudat.
ezt az irodai és menedzser masszázsnál használom, de hogyha én úgy érzem, hogy valakinek olyan letapadtizmai vannak, hogy nagyon nehezen férek hozzá, vagy egy olyan erősebb fizikumú embernél van, akkor nagyon szeretem alkalmazni. Nagyon jól feltöri ezeket a lerakódásokat, segít az izom tónusban. A blokkokat oldja, akkor ha jól értem tulajdonképpen, és igen. Megkönnyíti a te egyébként kézzel végzett munkádat ezáltal. Említetted az irodai menedzser masszást. Milyen jelentősége ennek a típusú masszázsnak? Most hallok róla először. Ez gondolom kifejezetten vezetőknek, igen. Irodai dolgozóknak szól. Főleg irodai dolgozóknak, nagyon sok cégnél alkalmazzák. Vannak olyan masszőrök, akik kifejezetten erre szakosodnak, ez 10-15 perc per fő, és egy úgynevezett mobil széken ülve történik, kifejezetten a háti izmokat, a gerinc melletti izmokat kezeli, és ugye az, hogy nem helyesen tartják magukat, eleve feszültek, stresszesek, ez egy picit oldja, könnyebb visszamenni a munkába, és könnyebb folytatni azt akár egész nap is. Ezen kívül még egy speciális masszázs van, amit te végzel, ez még az a kismamáknak szóló masszázs. Ebben mondjuk milyen főbb vonalak vannak, vagy eszközök, amit használsz? Mitől más, mint a többi? A kismama masszázsnál nagyon szeretem az illóolajokat használni. Ez egy nagyon-nagyon gyengéd masszázs. Lábon, végtagokon 12 hét alatt egyáltalán nem történik. 12 hetes terhesség után akár mindenhol lehet, akár több óráig kitarthat. Én azt javaslom, hogy 20 percnél többet ne használják a kismamák, mert olyan jellegű dolgot is el tudunk beleérni, ami a magzatnak nem túl. Tehát itt a méregtenyítésre gondolok főképpen, ami neki nem annyira. Tehát itt nagyon fontos szempont az, hogy ugye a magzat is ott van már az édesanyjának a pocakjában, és neki is előnyös kell, hogy legyen ez a dolog. Akkor, így van, és nyugtató hatással legyen rá is. Nem csak masszázsokkal foglalkozol azonban, hanem számos kiegészítő szolgáltatást találhatunk nálad, mint például a köpői, illetve a foton fényterápia. Mi az a köpöly, és mire használod ezt az anyagot? A köpöly gumiból, illetve üvegből készülhet. A lényege az, hogy egy vákumot képez. Ezt van mechanikus úton, és van, amelyik tűzzel történő felhúzása, és így képződik vákum a bőrön. Hát ez esetenként csúnyás, lilás foltokat hagyhat, viszont hogyha masszázsal összekombinálhatjuk, ez nagyon szépen felszedi ezeket a letapadásokat, nagyon jól ki lehet őket masszírozni, és sok víz ivással meg ki lehet üríteni a szervezetből. Mire jó a fotonfényterápia? Ez egy arckezelés. Ennek a meghatározása igazán az ultrahang. Tehát van egy ultrahang, meg van hozzá fény. Ezek a fények attól függően, hogy mit szeretnék elérni, a duzzadt szemaljakat, akkor a pattanásokat, az aknéket, és olyan nagyon szépen a napallergiát tudja javítani. Illetve ugye nagyon jó a ránctalanításban. A színeknek a hatása az megjelenik más területen is, amit szintén kapcsolódik a te szolgáltatásaidhoz, méghozzá az úgynevezett fülgyertya, ott is különböző színű gyertyákkal dolgozol, illetve illatú gyertyákkal, ha jól tudom. Hát ez összekombinálva van a csakra gyertyákkal, ezeknél vannak többféle színek, ugye megfelelően a 7 csakrának 7féle szín, attól függően lehet ugye alkalmazni különböző testrészeken. A fülgyertyának igazából, amit én nagyon szeretek, hogy nagyon jól ki tudja szedni azokat a gyulladásos megbetegedéseket, amik oda ugye a fültisztítóval be tudnak kerülni. Nem csak a színekkel és az illatokkal hathatunk azonban az érzékekre, hiszen tibeti hangterápiát is használsz, és ha jól tudom, ehhez is hoztál egy eszközt. Így ennek van. Milyen jelentősége van? A legnagyobb jelentősége az az, hogy úgy tartják a tibetiek, hogy hanggal olyan szintű rezgésszint emelkedést tudunk elérni, amitől ugye eleve a lélek is és maga a test is harmonizálódik. Úgy tartották, hogy ahogy a tálba is belerakjuk a vizet és megkongatjuk, ugye az rezegni kezd, és a bennünk lévő víz és sejtek rezegnek ezektől a hanghullámoktól. Tehát gyakorlatilag azon a frekvencián továbbítva lesz az energia, és így ez van. Feltölt minket sok-sok pozitív. És ahol energiablokk van, ott ezt ki tudja tisztítani, meg tudja indítani, és nagyon szépen fejlődésnek indul ott belül az energia. Megmutatod nekünk, hogy hogyan működik ez a hangtál? Természetesen.
Arról már beszélgettünk egyébként az adás előtt, hogy nagyon fontos az, hogy minden kezelésért le kell tisztítani, hogy megfelelően működjenek az energiák. Mivel átveszi másoknak a rezgését, mint az ásvány is, így tudunk vele gyógyítani, így tudjuk kitisztítani az energiablokkokat, a 7 csakrán keresztül történik ez a masszázs, és ehhez nagyon fontos az, hogy átvegye az én rezgésemet is, egy föntről jövő, mint a reiki is, hogy használja a föntről jövő energiát, de hogyha nem, nincs megtisztítva, és én sem vagyok letisztítva, akkor ő nem tudja megtenni azt a pozitív hatást, amit várunk tőle. Értem. Mennyire szépen lehet hallani ezt a frekvenciát, amiről beszéltél? Ez főleg a felső csakrákat fogja kitisztítani. Tehát ez a rezgés, ez a hangfrekvencia, amit ő megmozgat, ez a felső csakrákra, főleg a korona, a torok, harmadik szem és szív csakrára hat. Tehát akkor gyakorlatilag, amikor oda megy hozzád egy ügyfél, vagy páciens, nem tudom, hogyan hívjuk, vendég, igen, és azt mondja, hogy neki ilyen és ilyen problémája van, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy leültök egy beszélgetésre, és te javasolsz neki valamit, vagy pedig ő konkrét elképzeléssel jön, azt kiegészítek. Hogyan működik maga a folyamat? Mindenképpen először bejelentkezés útján leülünk, első találkozás, egy olyan ívet fog kitölteni, ahol mindenféle dologról, ami ő neki probléma, tehát ott az emésztéssel kapcsolatos kérdések, betegségek, alvással kapcsolatos, tehát mindenféle élettani tényezőt nézünk, átbeszélgetjük, mi az, ami neki probléma, panasza van, elmondja, hogy ő mit szeretne, mit látott, mit szeretne kipróbálni, mit hallott, mi jó, mi nem jó, átbeszélgetjük a masszázsokat, és akkor kombináltan, egyénre szabottan végezzük a terápiát. Mitől függ az, hogy egy-egy kezelés mennyi ideig tart, vagy hányszor ismétlődik? Egy kezelés az attól függ, hogy mennyi ideig tart, tehát hogy heteken keresztül hány kezelés, hogy milyen a probléma. Hogy mettől meddig tart, az is megint csak attól függ, hogy milyen a probléma, mert hogyha egy nagyobb letapadás van, és mondjuk már fáj, akkor hamarabb hagyjuk a kezelést. Tehát az a lényeg, hogy ne fájjon neki, ne gyulladjon be, ne érezze rosszul magát. Ha meg már egy nagyon jól fellazított probléma van, akkor az már tovább is tarthat, akár egy óra, egy hátmasszázs lehet nyugodtan. És ez akár mondjuk heteken keresztül ismétlődhet, ez a kezelés? A probléma, hogyha nagy probléma van, akkor egy olyan 2 héten keresztül, 3 naponta minimum kéne, hogy találkozzak mindig a pácienssel, és utána már egy hétig is kitart a hatása, és akkor hetente elég. Mi történik abban az esetben, hogyha megvan az elérendő cél a problémánk megoldásához? Ugye azt gondolom, hogy nem feltétlenül elég az, hogy te, mint segítő társ ott vagy és kezeld ezt a problémát. Mit tehetünk mi egyénileg annak érdekében, hogy a problémánk mielőbb megoldásra találjon? Nagyon jó, hogy rákérdeztél, mert nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy azt várják az emberek, hogyha ők ide eljönnek, akkor ők nekik minden problémájuk megoldódik, nekik semmit nem kell ezért tenni. Nagyon fontos, hogy minden nap legalább 2 liter vizet, de azt mondom, hogy ez egyénileg függ attól is, hogy kinek mi az igénye, tehát akár 6 liter is lehet. Nagyon fontos a tavasszal ősszel egy méregtenyésztőkúra, akár megbeszélhetjük, hogy milyen jellegű kúrák, tudok javasolni többfélét, és a mozgás. Nagyon fontosnak tartom, hogy nagyon kellene az embereknek legalább heti 2, de akár 3 alkalom mozgás, valamilyen jellegű, ami neki a legmegfelelőbb. És ha jól értem, akkor ebben is tudsz tanácsot adni egy tanácsadói beszélgetés keretein belül. Mégis azt szeretném még tőled megkérdezni, hogy melyek azok a problémák, akár fizikális, akár lelki, amit hogyha felfedezni vélünk magunkon, akkor érdemes téged felkeresni. Ha már azt érezhetjük, hogy a hátunk nagyon le van tapadva, fáj, húzódik, görcsöl, azt érezzük, hogy a nyakunk ropog, csontok ropognak, tehát ha már egy olyan fizikai probléma van, ami már érezhető, kihat a mindennapokra, akkor ne várjuk meg a legvégét, mikor ez már úgy érezzük, hogy akár orvos, hanem már mikor az első tünetek megjelennek, hogy már nem alszunk megfelelően, hogy már stresszesebbek vagyunk, akkor menjünk el bárhová, ahol mi fel tudunk töltődni, nagyon javar a masszást, mert nagyon jól ki tud kapcsolni. Orsi, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Kedves nézőinknek pedig azt javaslom, hogy ha hasonló problémákat tapasztalnak, akkor keressék fel Túrán Csorba Orsolyát, aki egyből azonnal a segítségükre fog sietni.
Köszöntöm a kedves televízió nézőket, és itt a stúdióban Kurucz Pétert, Mogyoród nagyközség alpolgármesterét. Szervusz Péter! Szia! Napot. Ebben az évben hatodszorra rendezik meg Mogyoródon az apátsági pincenapokat. Milyen múltra tekint vissza a pincenapok története, hogy már hatodszor rendezitek meg? A nevében is, hogy benne van, 6 éve csináljuk ezt a rendezvényt. Ez kezdetben 2007-ben Babics László a polgármester úrnak a fejéből pattant ki ez az ötlet, hogy csináljunk apátsági pincenapokat. Akkor a hegyközséget megbízva kezdték el ezt a szervezést. Egy nagyon sikeres rendezvény volt már az első. Ez egyfajta falunap, vagy falu össznépi közösségépítő programnak indult akkor, és mára ez már egy régiós rendezvényén nőtte ki magát. Mi az a hegyközség? Említetted. Igen, a hegyközség a pincetulajdonosok, borászok összefoglaló egyesülete, vagy egységes szervezete, civil szervezete. Tehát akkor Mogyoródon vannak pincék és pincetulajdonosok. Így van, pincék és pincetulajdonosok is vannak. Többségükben, sőt, mindenki magyaródi tulajdonos. A pincéknek magyaródi tulajdonosai vannak. Ez a történet nagyon régen kezdődött, még a TSZ-ek idején. Mi talán még korunkból adódóan nem is annyira emlékszünk erre a dologra, de a TSZ-ek idején a történt szőlőtelepítés Magyaródon, akkor mennyiségi bortermelést próbáltak megcélozni a TSZ-nél. Miután a TSZ-ek felbomlottak, ezeket a szőlő földeket, birtokokat ugye megkapták a magyaródi tulajdonosok kárpótlásban, és akkor beindult egyfajta ilyen borász tevékenység Mogyoródon, és akkor a pincék, pincetulajdonosok szánták rá magukat arra, hogy akkor megpróbálnak a mennyiségi termelésből valamiféle minőségi bortermelésbe áttérni. Egyébként a magyaródi hegyközség, vagy a hegy és borszőlő termelés, ez a mátraaljai borvidéknek a része. Ugye apátsági pincenapok. Ja. Miért apátsági? Mogyoród területén volt egy apátság, és ezek a pincék ehhez az apátsághoz tartoztak, és jelenleg is azon a környéken vannak, ahol ez az apátság megalakult, és ezért neveztük így el apátsági pincenapoknak. Ugye Mogyoródon most lesz egy rendezvénysorozat, aminek az a neve, hogy Szent László hét. Ez lesz úgymond a záró akkordja, tehát a pincenapok. Miből áll még ez a Szent László hét? Ez a Szent László hét június 23-án kezdődik egy sportrendezvénnyel, és minden napra külön-külön másfajta gyerekműsorok, akkor olyan vállalkozások, akik például Hungaroring, például az Aquaréna, például a vezetéstechnikai centrumban, a Hungaroringen belül felajánlják, hogy ingyenesen és bérmentve be tudnak menni a magyaródiak, és meg tudják nézni, ki tudják próbálni ezeket az élményt adó dolgokat. Ezek minden egyes napra be vannak osztva, vannak folklor műsorok, kiállítások ezen a héten, és ennek a hétnek, ennek a Szent László hétnek a záró eseménye az apátsági pincenapok. Melyik volt előbb, a pincenapok vagy a Szent László? Szent László hét. Szent László hét volt előbb, és aztán utána az apátsági pincenapok beépült ebbe a rendezvénybe. Kik kapnak lehetőséget, hogy megmutassák magukat, művészek, vállalkozók? Ugye természetesen gondolom a helyiek előnyben vannak részesítve. Kiket hívtok meg még a rendezvényre? Ahogy mondtad, a előnyben vannak részesítve a helyiek, tehát a helyi civil szervezetek, iskolai csoportok, óvodás csoportok, néptánccsoport, karikás néptánccsoport, kékpántlika néptánccsoport, akkor a Jakab Mihály népdalkör, ők az első számú fellépői, illetve műsorszám mai ennek a rendezvénynek, de hívunk meg testvér településeket, idén például Madévfalvai testvértelepülésünk is itt lesz nálunk, vendégeskedik, és ők is készülnek valamiféle színpadi műsorra. Továbbá olyan neves előadókat hívunk meg, akik országosan is ismertek. Idén például a Hold Viola nevű zenekar fogja adni a nagy koncertet vasárnap este, illetve szombaton a Hangya zenekar ebben a régióban, a Gödöllői és térségében jól ismert magyaródi
hát esküvői, vagy hogy mondják ezt pontosan? Mulatos zenekar fog fellépni, illetve egy utcabált fog csinálni. Ugye pincenapok. Természetesen borkóstolás is lesz, gondolom. Így van. És ennek a szakmai része, a kulturális szórakozás mellett ez biztosított a pincenapokon? Igen. A rendezvény úgy kezdődött, hogy ahogy említettem az elején, hogy 2007-ben a hegyközség csinálta a szakmai részét is, a borszakmai részét is. Borversenyek minden évben borversennyel. A pince tulajdonosok összemérik a boraikat, és akkor egy borversenyt csinálnak a hegyközség. És a rendezvény technikai részét is, tehát a színpadtól kezdve az előadók meghívása, magának a rendezvénynek a biztonságos lebonyolítása, ezt is a hegyközség végezte egészen tavalyig. Tavaly ezt a rendezvény szervezési részt az önkormányzat átvállalta magára, ezzel bíztak meg engem, hogy ezt a részét csináljuk. A borszakmai részét viszont továbbra is a hegyközség csinálja. Tavaly is és idén is a hegyközség csinálta. A szakmai része annyi, hogy nyitott pincék vannak, ugye minden pincébe be lehet menni bort kóstolni, ugyanúgy, ahogy egyébként más vidékeken az ilyen borfesztiválok, ugyanúgy itt is borkóstoló jegyért lehet az adott pincében megkóstolni a vörösbort, a fehérbort vagy valamelyik rozét. Hogyha már a boroknál tartunk, akkor milyen borfajtákkal találkozhatnak az érdeklődők? Magyarod kifejezetten, ez az én véleményem, fehérbor termővidék. Többségében érdemes Magyarodon a fehérborokat megkóstolni, de érdemes a vörösborokba is bele-bele kóstolgatni, a Cabernet-től kezdve több olyan borunk van, amit érdemes megkóstolni, bár nem vagyok szakmabeli, tehát most ez egy olyan célzott kérdés volt, amit én nem tudok pontosan megválaszolni. Én azt tudom, hogy egy bor vagy finom, vagy nem finom. Itt véget ér az én borszakmai tudásom. De széles palettáján mozog a pincékben található borok. Tehát mondom, fehértől is, abból is, az édes száraztól kezdve egészen a vörös rozén keresztül minden féle bor megtalálható nálunk, úgyhogy érdemes eljönni. Ugye ez a 6. év, amikor a pincenapok nyit nyáron. A közönségnek a reakciója milyen volt ez alatt a 6 év alatt? Ugye biztos pozitív, mert ugye már 6-szorra rendezik meg a pincenapokat, de mik a vélemények, a visszajelzések? Kezdetben ugye 2007-ben ez még egy bensőséges magyaródi rendezvény volt, tehát többségében a magyaródiak jöttek el erre a rendezvényre, és ahogy haladtunk előre az időben, és egyre jobban volt igény arra, hogy a rendezvény része is egyre színvonalasabb legyen, úgy a környező településekről is érkeztek már. Tavaly Pestről is, Gödöllőről is, Aszódról, Bagról találkoztam akár vendégekkel, akik nagyon kellemes élményekkel távoztak tőlünk, bízom benne, hogy az idei évben is eljönnek. Az ember arra gondolna, hogy egy borfesztivál vagy a pincenapokon ugye elsősorban a felnőtt közönség van megszólítva nyilván a bor miatt. Mi van a családokkal, a gyerekekkel? A gyerekeket várják programok? Így van. 18 év alatt, ugye 18 év fölött kínálunk bort, 18 év alatt almafröccsöt, illetve hát a műsorok és az egyéb kísérő rendezvények azok úgy vannak kialakítva, hogy azért a gyerekek is megtalálják, illetve a családok is megtalálják a számukra megfelelő programokat. Bábszínháztól kezdve a bohóc mutatványokig mindenféle egyéb dolgokkal kedveskedünk a gyerekeknek, illetve hát az állandó kísérője ennek a rendezvénynek a kürtös kalács, a körhinta, a töki pompostól kezdve az egyéb ilyen nyalánságok, amik egyébként a gyerekeknek, mindenkinek. Mi volt az utolsó? Töki pompos. Töki pompos, ez igen, ez a kenyér, hogy mondjuk kenyérlángosnak hívják, ez a szalonnás. Hagymás. Hagymás, igen. Az mifelénk töki pompos, nem tudom, hogy gag. Én még nem hallottam, hogy kenyérlángos úgy igen, is, hanem. Igen. Tehát ezekkel a finomságokkal kedveskedünk azért a gyerekeknek, és hát mindenki megtalálja, Ugráróvár például, tehát ezek mind ott lesznek a rendezvényen. Hol és mikor lesz ez a program részletében? Ez a program június 30-án kezdődik, szombaton. 15 órakor kezdődik a színpadi műsor, de már
délelőttől lehet jönni kóstolni a borokat. Az első nap egy folklór nap, abszolút folklór, tehát a magyaródiak napja, a közösségünk ereje, ez a neve ennek a napnak, a június 30-ai napnak. Ekkor a magyaródi csoportok, ahogy említettem, civil szervezetek, néptánccsoportok, népdalkör lép fel, illetve az est zárásaként 9 órától utcabál lesz a Hangya zenekarra. Július 1-e vasárnap, ez már egy nyitottabb, nem azt mondom, hogy nyitottabb nap, ez így rossz, de hogy olyan előadókat hívunk, akik a nagy közönség számára ismertek, tehát nem csak Magyarországon ismertek, hanem már a régióban is. Az Agyva Banda nevezetű népzenekar fog fellépni nálunk az újpalotai táncosokkal karöltve. Lesznek fél playback előadások, illetve este 8 órától a Hold Viola zenekar ad egy nagy koncertet, egy másfél órás nagy koncertet. És utána azt tervezzük, hogy még ugye pont az Európa bajnoki labdarúgó bajnokságnak van a záró akkordja, a döntője, július 1-én, és akkor egy óriás kivetítő még a koncert után, aki szeretne ott maradni az estébe, az még ezt megnézheti. Tehát ugye a legtöbb embernek Budapesthez ugye nagyon közel áll Magyaród. Ugye ami nagyon ismert, mondhatjuk azt, hogy világszerte ismert, az ugye a Forma 1 miatt, a Hungaroring aszfaltcsíkja miatt ismert, de a borfesztivál fel tudja elvenni program szinten a versenyt egy ilyen világeseményen, mint a Hungaroring, de csak a lokális dolgokra értve, vagy fel tudja venni a versenyt más borfesztiválokkal, mint az Etyeki borfesztivál, vagy más vidéke borfesztiváljával? Hát a Hungaroringgel nem tudja felvenni a versenyt, mert hatalmas PR összegeket kellene arra elköltenünk, hogy hasonló hírverést csináljunk ennek a borfesztiválnak, és még akkor sem lenne komoly versenytársa a Hungaroringnek. Más borfesztiváloknak van egyfajta tradíciójuk, tehát azok a borvidékek, ahol például Etyek, például a budavári borfesztivál, vagy akár Villányi, tehát azért érezzük a nevekből is, amiket mondok, hogy Villány, Szekszárd, mondjuk Tokaji, valami borfesztivál. Ezeknek megvan az a tradicionális múltjuk, meg megvan az a borszakmai, meg bor kulturális, már attól vonzó, hogy Magyaródnak ez a hátránya megvan, tehát nem egy, most azt mondom, hogy magyaródi bor, akkor azzal nem igazán találkoztál te sem, meg azt gondolom a nézők sem nagyon sehol. A szakmaira, a rendezvény szakmai részével sok mindenben fel lehet venni, sok tekintetben fel lehet venni a versenyt, de az megint pénzkérdés. Jelen ebben az évben, idén nincs arra kerete az önkormányzatnak, ugye a fő támogatója ennek a rendezvénynek Magyaród Nagyközség önkormányzat. Persze vállalkozók, a helyi vállalkozók támogatják ugyanúgy ezt a rendezvényt, de azért annak már olyan költség, tehát hogy ilyen szinten szeretnénk fölvenni versenyt ezekkel a borfesztiválokkal, vagy bármelyik fesztivállal, akkor annak azért komolyabb költségvetése van. És azt jelen pillanatban nem tudjuk állni. Már pláne úgy, hogy az egész rendezvény belépése idén ingyenes lesz. Értem. Mondjuk, hogyha van egy érdeklődő, aki, tegyük föl, 60-ban lakik, és nem tudja, hogy kell eljutni Magyaródra, vagy ha még tudja is, mert az autópályán eltelen Magyaródra, akkor Magyaródon belül hol fogja megtalálni a rendezvényt? Magyaródon belül a főtér, mint olyan, hogyha azt megtalálja. Ott le tud parkolni, és onnantól kezdve már irányjelzéssel, meg egyéb hostess lányok és segítők fogják mutatni neki azt, hogy merre kell menni a borfesztiválra. Nem lehet eltéveszteni, mert elég kiemelt és nagyon szép helye Magyaródnak. Arra kell menni, amerre mindenki megy. Amerre mindenki megy egyrészt, igen, és nem lehet eltéveszteni, mert nagyon kiemelt és mondom, nagyon gyönyörű része Magyaródnak a pincesor. Ez az apátsági pincesor. Esetleg az interneten érdeklődők megtalálják ezt? Igen, www.magyarodiborfesztivál.hu. Itt találják meg, illetve a Magyaród önkormányzat oldalán is lehet információkat szerezni. Illetve hát a tévéműsorból, és még próbáljuk a környező újságokban egy hirdetés formájában népszerűsíteni a rendezvényt, és bízom benne, hogy egyre többen és minél többen látogatnak ki hozzánk. Hát köszönöm szépen, Péter, hogy még olyan röviden is kicsit tudtunk beszélgetni a pincenapokról, és hát arra bíztatnám a kedves nézőket és borkedvelőket, hogy 30-án, június 30-án látogassanak el Magyaródra, az apátsági pincenapokra. Elég
színes programkínálat van. Köszönöm szépen, Péter. Köszönöm. A Legyen az Ön Szívügye is alapítvány jótékonysági rendezvény sorozata a közelmúltban is rendületlenül folytatódott tovább, és a befolyt felajánlások összegéből természetesen a megvalósítandó tervek is folyamatosan zajlanak. Ennek a témának kapcsán látjuk most vendégül stúdiónkban Laskóné Marikát, a kuratórium egyik tagját. Szeretettel köszöntelek. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívásotokat. Korábbi Porta magazinjainkban már adtunk tudósítást rendszeresen kedves nézőinknek a jótékonysági délutánok helyszínéről és hogyanjáról. Legutóbb hol került az a két helyszín megrendezésre, illetve melyik helyszíneken került megrendezésre ez a jótékonysági délután? Legelőször is Kartalon, és azt követően pedig Bagon került megrendezésre. Ez ennek nagyon nagy jelentősége van, én azt gondolom. Mindegyik rendezvény nagyon fontos volt. Mindegyik rendezvényen nagyon jól éreztük magunkat. Kartalon 329 ezer forint folyt be a jótékonysági rendezvény alkalmából, Bagon pedig 321.500 forintot sikerült az alapítvány javára felajánlani, illetve a betegek a saját magukat segítették meg tulajdonképpen ezzel az összeggel. Mankovicsné Masznyik Katalin korábbi adásunkban már beszámolt nekünk arról, hogy elkészült a szakorvosi rendelőintézetnek a festése, új neonokat és függönyöket kaptatok. Melyek azok a folyamatban lévő felújítások, amik most jelen pillanatban zajlanak? Hát legelőször is még a felújítások előtt el kell, hogy mondjam, hogy sikerült 340 ezer forint értékben műszereket vásárolni, különböző csipeszeket, fogókat a sebészet és a gégészet számára. Már annyira hiányoztak ezek a műszerek, hogy igen, nehéz volt a betegellátás, és ezt az alapítványnak sikerült megoldani a bizonyos szempontból, mondjuk a MedCenter segítségével, mert a MedCenter volt az, aki egy nagyobb beszerzéshez hozzá tudta fűzni a mi eszközigényünket, és így olcsóbban tudtunk hozzájutni ezekhez az eszközökhöz, de természetesen ez is csak az alapítványra befolyt összegekből lehet megvalósítani. Most még mindig a legfontosabb feladatunk az a mozgáskorlátozott mosdónak a megvalósítása. E körüli tervezések zajlanak tulajdonképpen, illetve a másik fontos feladat az pedig a parkolónak a használhatóvá tétele, hogy úgy mondjam, mert nem olyan rég ilyen visszerelési munkák folytak, csatornázási munkák folytak a rendelő környékén, és azt követően olyanná vált a talaj, hogy amikor esett az eső, akkor tengelyig ért a sár, amikor pedig száraz volt az idő, akkor a port befújta a műszerekre, és hát nagy problémát okozott. A parkolónak a megvalósításában Gergely László kartali alpolgármester úr segít, tehát ő az, aki összefogja tulajdonképpen a munkálatokat. Két helyen próbáljuk meg helyrehozni a talajt. Egyrészt, aki járt a rendelőben, azt tudja, hogy a labor előtti részen ott történt meg az, hogy lekövezték a kartali vállalkozónak a felajánlásából, illetve a közmunkások, kartali közmunkások terítették szét azt a követ. Hátul pedig, ahol a gyógytorna található, ott pedig Tantó Csaba domonyi polgármester úr segítségével egy gép leegyengette a talajt, és még oda várjuk tulajdonképpen majd a követ. Hát ez a közeljövőben várható. Remélem, hogy minél előbb sikerül megoldani majd. Akkor, ha jól értem, két helyen lesz kialakítva a parkoló helyszín, parkolási lehetőség. Ez a parkolási helyszín megvolt eddig is, csak viszont éppenséggel... behajtani tilos tábla jelezte elvileg ezt a dolgot. Nem tudom, most akkor ez hivatalos formában már használható parkoló lesz? Nem. A behajtani tilos tábla az most is megvan. Ennek ellenére, hogy behajtani tilos tábla van a rendelőnek a bejáratánál, a betegek bejönnek az autókkal, és igazándiból nem is szólunk érte mi, azt megteszi a rendőrség. Tehát indokolt esetben nyilván így van, így van, azt megteszi egyébként a rendőrség, hogyha ha arra jár. De én azt gondolom, hogy egy betegnek minél inkább az a legfontosabb, hogy minél jobban és könnyebben meg tudja közelíteni az ellátásának a helyszínét. Tehát én azt gondolom, hogy igenis egy rendelőintézethez, vagy bármilyen egészségügyi intézethez
fontos, hogy legyen parkoló része, főleg mondjuk, hogyha egy mozgáskorlátozott egyénről van szó, hiszen azért annak nagyon nem mindegy, hogy milyen úton és módon tud bejutni a magába az intézménybe. Ezeknél a munkáknál óhatatlanul keletkezik olyan hulladék, amit mondjuk sítként kell kezelni és el kell szállítani. Ebben ki az, aki segítséget nyújt az alapítványnak? Hát itt most jelen pillanatban nem keletkezett sít, tehát nem volt olyan problémánk, hogy el kellett volna szállítani, viszont a mozgáskorlátozott mosdónál ott ugye teljes felújításra van szükség, tehát ott bontani kell, a csempét le kell szedni, tehát egy teljesen egy vizes blokkot fel kell újítani, és ott pedig sikerült Ondrik Jánost megnyerni annak, hogy konténert fog a rendelőintézet számára biztosítani, tehát magának a hulladéknak az elszállítása nem fog pénzbe kerülni, és én ez azt hiszem, hogy nagyon nagy dolog többek között. Ezen kívül azonban az alapítvány hatókörében nem csak az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet segítése, támogatása tartozik, hanem a tüdőgondozó is, és ha jól tudom, akkor már itt is sikerült lépéseket tenni és elérni bizonyos dolgokat. Hát most jelen a tüdőgondozó is kapott függönyöket, tehát ugyanúgy kapott, amikor a rendelőintézetbe felszerelték a szalagfüggönyöket, akkor felszerelték a tüdőgondozóba is. Amikor a rendelőintézet megkapta a padjait, akkor a tüdőgondozóba vettünk egy olyan széket, aminek karfája is van, hogyha mondjuk egy beteg rosszul volt mondjuk előtte, akkor be lehessen ültetni egy olyan székbe, ami karfával, így van, pontosan, ami karfával védi. Ezen kívül azért a lányok felírtak nekem egy ilyen A4-es méretű listát, hogy mire lenne még szükségük. Most legelső sorban olyan dolgokat kell megvalósítanunk, amihez pénz nem kell, tehát nem tudunk megvenni anyagot, most még az anyagigényt se tudjuk biztosítani, mert minden pénzt próbálunk gyűjteni a mozgáskorlátozott mosdónak a megvalósításához. Az egyik ilyen felajánlásunk a tüdőgondozóval kapcsolatban Dian Tibor tette meg, amikor is a lányok egy ilyen zárható táblát kértek, amiben ki tudják helyezni a saját hirdetményeiket, az, hogy mikor van tüdőszűrés, mikor van zárva, meg egyebeket, ez eddig is megtették, kirakták, de letépték őket, ezért kérik a zárható táblát. Ez Dian Tibor segítségével fog megvalósulni a közeljövőben, illetve még felajánlotta, hogy a tüdőgondozónak az összes nyílás záróját átnézi, és lehetőségeihez mérten helyrehozza, megcsinálja, kijavítja. Ezen kívül az ikladi polgármester úr is egy jelentős felajánlást tett magával a tüdőgondozóval kapcsolatban. Az egyik az, hogy mozgáskorlátozottak részére egy rámpát segít megvalósítani, mert eddig ez nem volt. Most Ikladon az óvodában, ha jól tudom, egy ilyen mobilis fém rámpa volt föltéve, de pályázatot nyertek, és ők meg tudták valósítani, mert most már nem az ideiglenes mozgáskorlátozott feljárót, hanem a véglegeset, és ezt a rámpát fogják a tüdőgondozóba beépíteni, illetve a tüdőgondozóba két lépcső található, ami mellett nincsen korlát, és ehhez kértek a lányok korlátot, mert ők tapasztalatból tudják, hogy igenis ide idős beteg és nehezen lélegző betegek járnak, akiknek még a három lépcső is sok, tehát mindenféleképpen kellene a segítség. Pontosan ezt is felvállalta az ikladi önkormányzat, illetve a lányoknak az öltözői az a közel van a folyosóhoz, és nincsenek a szekrényeken zárak, tehát az értékeik, hogy úgy mondjam, szabadon vannak, és a polgármester úr ezt is felajánlotta, hogy a szekrényeiket zárhatóvá fogja tenni. Ezen kívül a mozgáskorlátozott mosdónak az egyik berendezési tárgyát bevállalták, hogy azt ők megveszik most, hogy ez mi lesz, egy szappantartó vagy egy más dolog, azt én nem tudom, de mindennek nagyon örülünk, és nagyon szépen köszönjük természetesen. Említetted azt, hogy vannak olyan dolgok, amit az alapítvány nem tud finanszírozni, de tárgyi eszközök nem olyan nagy tételben, amire szüksége lehet a tüdőgondozónak. Esetleg, ha ezt megosztanánk a kedves nézőkkel, ha valaki tud ilyen területen segíteni felajánlásokkal. Hát a lányoknak még szükségük lenne 10 darab szemetes kukára, pedálos szemetes kukára, ezen kívül 10 darab egészségügyi székre, mert már nagyon elhasználódtak a székeik. Ezen kívül egy fénymásolóra, amit felírtak, ugye egy fénymásolót, mert tönkre ment nekik. Akkor a
radiátorokat, illetve a, igen, a radiátorokat kellene nekik átnézni. Még erre egyáltalán még nem kerestünk embert, illetve hát ők is fölírták a mozgáskorlátozott mosdót, mert hát ott sincsen sajnos, de egyelőre örülünk, hogyha a rendelőintézet számára meg tudjuk majd valósítani. Szét vannak küldve tulajdonképpen az árajánlat kérések. Mondjuk legelőször is onnan indult ez a dolog, hogy Búzás István mérnök úr elkészítette a tervrajzokat teljesen felajánlásból, tehát nem kért érte pénzt. Búzás János pedig vállalkozó, illetve képviselő is az aszódi önkormányzatnál felajánlotta, hogy a kőműves munkákat azt ő állja, illetve a munkadíjat, tehát ezt ajánlotta föl egyelőre. Ezen kívül Bodó Gyula kartali lakos víz- és gázszerelő felajánlotta a víz- és a gázszerelési munkákat, Gergely Lajos felajánlotta a burkolási munkákat, Deli József Bagról, aki már eddig is segített nekünk nagyon sokat ugye a folyosónak a világításának a helyrehozatalába, ő felajánlotta a villanyszerelési munkákat, de ezen kívül még az anyagköltségből is 140 ezer forint helyett csak 40 ezeret fog kérni, ami azt jelenti, hogy 100 ezer forintot az anyagköltségből is felajánlott a betegek számára, mert hangsúlyoznom kell, hogy elsősorban minden, amit az alapítvány megvalósít, az a betegekért van, és a betegek nem a kapják. Dolgozókért. Nem csak a dolgozókért, a dolgozókért is, mert azért nekünk sem mindegy, milyen környezet. Részük van belőle, nyilván. Így van, de a legtöbbet, amit profitálnak, akik a legtöbbet profitálnak ezekből a munkálatokból, azok igenis a betegek. Azok a betegek, akik ide tartoznak, ez a 38.500 ember, illetve aki bejön a rendelőintézetbe. Tehát akkor még... Ja, igen. Pásztor Attila az... ajtót fogja megnézni, hogy egy ugye mozgáskorlátozott ajtónak különböző előírásai vannak, hogy milyennek kell lennie. Tehát most még őtőle nem kaptam ajánlatot, viszont már abban segített, illetve azt már felajánlotta, hogy a mosdon található 4 darab 90x90 cm-es ablak, amit az ő saját költségén ki fog cserélni, illetve Kuruc Balázs ő fogja az ablakokba az üveget szolgáltatni. Tehát... A lényeg az, hogy ennél a mozgáskorlátozott mosdónál most már minden munkadíj fel van ajánlva társadalmi felajánlásból. Az eszközöket, hogy hogyan tudjuk megvásárolni, attól függ, hogy milyen árajánlatok jönnek be a különböző szakemberektől, illetve kompletten én megkértem a praktikertől is egy komplet árajánlatot, erre még nem kaptam választ. Van egy fix összege az alapítványnak, és hogyha bele fog férni a keretbe, akkor el tudjuk kezdeni, és menni fog a dolog, ha nem, akkor még várni kell vele egy kicsit, amíg megtaláljuk azokat az embereket, akik még esetleg tudnak segíteni nekünk. De már így is azt tűnik ki az elmondottakból, hogy nagyon-nagyon sok ember szívügyének érzi az aszódi szakorvosi rendelőintézet sorsát, és ezt örömmel látjuk, örömmel halljuk, hogy ez így van, hiszen egyre többen jelentkeznek, és ezáltal talán buzdítják is azokat a Igen. további polgárokat, akik mondjuk még érdekeltek az ügyben, hiszen mindenki érdekelt ebben az ügyben, aki a térségben él és ide tartozik. Ez pontosan így van. Én azt látom, hogy tulajdonképpen húzzák egymást az emberek és a szakemberek, és de mindenféleképpen dicséretes dolog a mai világban, a mai nehéz gazdasági helyzetben, hogy tesznek is a közösségért. Tehát mindenféleképpen meg kell köszönni ezeknek az embereknek, akik lehetőségeikhez, képességeikhez mérten hajlandóak, hangsúlyozom, hajlandóak tenni a közösségért, hajlandóak tenni ezért a 38.500 emberért. Én azt gondolom, hogy ezt mindenkinek értékelnie kell, aki abban a rendelőbe bejön, vagy pedig majd be fog jönni. És aki pedig mondjuk fizikálisan, tetlegesen nem tud segíteni, annak ott a lehetőség, hogy a jótékonysági délutánokon akár anyagi felajánlással hozzájáruljon ahhoz, hogy bármi megvalósuljon a rendelőintézet javára. És ha jól tudom, akkor most nyáron szünetelnek ezek a délutánok, de nem sokára, szeptemberben a következő állomás hol is lesz? Turán lesz. A turai polgármester úr jelentkezett be és ajánlotta föl. Turán, ha jól tudom, szeptember közepén lesznek a városi napok, vagy városi nap, valamilyen rendezvény, és ebbe a rendezvénysorozatba fogják beilleszteni a jótékonysági rendezvényüket.
Én hát borzasztóan örülök ennek is. Tehát az az igazság, hogy ezek a jótékonysági rendezvények nem csak arról szólnak, hogy pénzt kapunk, tehát pénzt kapnak tulajdonképpen maguk a betegek, és abból tudunk felújításokat elvégezni, hanem tulajdonképpen ez egy erkölcsi támogatás is egyben, illetve mi dolgozók megismerjük azokat a községeket, azokat a helyeket, ahonnan a betegeink jönnek hozzánk. És nagyon, megmondom őszintén, nagyon jó érzés volt látni a saját betegeinket, akár Kartalon, akár Bagon, akár Domonyba, akár bármelyik községbe. Tehát ez egy még talán még jobban erősíti a közösségformáló és összetartó szerepet. Pontosan. Bízunk benne, hogy a következő jótékonysági délutánok is még inkább összekovácsolják ezt a közösséget, hogy közösen tehessünk az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézetért a saját magunk érdekében. Marika, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Nagyon szívesen. Önök a Porta 53. adását látták. Köszönjük, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk a jövő héten is. Műsorainkat nyomon követhetik honlapunkon a www.regioplustv.hu oldalon a videótár menüpont alatt. Viszontlátásra! Viszontlátásra! Műsorunk létrejöttét támogatta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsa, az Árvácskás Virágbolt, a Kiscsuki Konyha és Üdülőház, a Möbelsgen Textil Kft., a Galgahévízi Bútorstúdió és a Versek Tüzép.